Egy fél tucat győzelemből álló sikersorozat előbb-utóbb megszakad. Ez történt még szombaton az eddig menetelő és a második helyre magát feltornászó atomerőmű esélyvel a férfi kosárlabda NB1-ben hazai környezetben, a Szolnok ellen. A pirosmezesek rácáfolva eddigi rapszódikus szereplésükre, igazolva játékos keretük erősségét, az első félidőben a védekezés agresszivitásában, ez volt a legfontosabb, a lepattanózásban, a középtávoli dobásokban mindenképpen az ASE fölé nőttek, aminek a jutalma 22 pontos előnyben kamatozódott a tiszapartiak számára. Az ASE ekkor még igencsak kereste önmagát. Nagyon rosszul kezdtünk, az tényleg az első fél időben semmi nem sikerült, meg azt gondolom, hogy nem megfelelő energiával játszottunk, nem... Egyszerűen nem voltunk jó. A második fél időben teljesen más volt a játéknak a képe, és erre a második fél időben próbálunk a jövőben építeni. Szünet után már a régi Paks jött ki, védekezésváltással, a szuperirányító Smith részbeni hatástalanításával szép lassan, de biztosan jött fel a Paksi csapat. Uralta a palánk alatti területet is mindkét oldalon, miután az utolsó percekre már csak 4 pont volt a különbség. Az idegek harcában a jobb koncentráció döntött a Szolnok javára, amely egy helyére tett Smith triplával, illetve Jones duplával, majd okosan kiharcolt büntetőkkel bebiztosította összességében megérdemelt győzelmét. ASE Szolnok 74-85.